Sziasztok! Az állandó éhségi érzet 7 leggyakoribb okáról lesz majd most szó. Hogyha ezt veszed észre magadon, hogy napról napra nő az étvágyad, és igazából nem talál semmilyen különösebb okát, hogy miért, akkor most figyelj oda, mert elmondok 7 olyan betegséget, amihez kapcsolódik fokozott éhségérzet, jó? Az első ilyen az a cukorbetegség. Ugye a cukorbetegségnek az első tünetei között szerepel a fokozott szomjúság, a vizelési inger és az állandó éhségérzet is. Egyéb tünetek még vele járnak, ilyen a megmagyarázhatatlan fogyás, a látási problémák, nehezebben gyógyulnak a sebek, folyamatos fáradtságérzés és a zsibbadást tapasztalhatsz a karodban, a végtagjaidban fájdalommal kísérve. Jó, tehát a cukorbetegség is tud járni állandó éhségérzettel, és hogyha ezekből a tünetekből még valamit tapasztalsz magadon, akkor légy olyan kedves, és menj el egy háziorvosi vizsgálatra, és nézes laborvizsgálatot, legfőképp cukorvizsgálatot. A második ilyen az alacsony vércukorszint, ugye hipoglikémiának szokták hívni. Cukorbetegeknél különösen gyakori, de aki nem cukorbeteg, annál is előfordulhat, hogy leesik a vércukorszintje. Nagyfokú, ez a hatalmas nagyfokú éhségérzet jön, szédüléssel, izzadással, reszketéssel, remegéssel tud járni, egy ilyen erős szívdobogás érzéssel, le tud sápadni olyankor az illető, hogyha ezt látod máson, és rosszul esik előtted, vagy rosszul érzi magát, akkor egy szőlőcukrot adj, légy szíves a szájába, mert pillanatok alatt helyre tud állni az egészsége, vagy hogyha te rájöttél arra, hogy neked szokott ilyen lenni, akkor inkább rakj a táskádba egy-egy szőlőcukrot, vagy egy kis zacskó szőlőcukrot, és akkor bekapod, és nagyon hamar helyre jössz tőle. Jó? A harmadik ilyen az a pajzsmirigy túlműködés, erről már nagyon sokat beszéltünk, de itt is meg kell említeni, mert hogy nem mindenki látta az előző videókat, jó? Na, a pajzsmirigy túlzott működésénél is van állandó éhségérzet, idegesség, fokozott légzés, fokozott szomjúság, szapora szívverés, izomgyengeség, tehát hogyha ezeket tapasztalod, akkor is el kell menni egy orvosi kivizsgálásra, és érdemes pajzsmirigy hormonokat is nézetni. Tehát amikor elmegyünk egy háziorvosi vizsgálatra, és vannak panaszaink, akkor ott mindent el kell mondani, nem csak éppen azt, ami a legfőbb problémád, mert a sok apró azt, hogy az orvos össze tudja rakni magában a képet, hogy milyen vizsgálatra szeretne elküldeni, ahhoz nagyon fontosak az apró tünetek is. Jó? Tehát az, hogy idegesebb vagy, nyugodtan elmondhatod az orvosodnak, hogy feszültebb vagyok, úgy érzem sokszor, hogy fokozottabb légvételre van szükségem, mint hogy gyorsabban menne a szívem, hogy az izmaimban gyengeséget érzek, ezeket mind el kell mondani, mert akkor fognak tudni olyan vizsgálatokat kérni, amik rá tudnak jönni, hogy a betegséged igazi okára. Oké? Ezt csak így segítségnek gondoltam elmondani. Akkor a negyedik, ami állandó éhségérzettel tud járni, most a hölgyekhez szólok, az a prémenstruációs szindróma, a menstruációs előtti pár nap, amikor rátör ez az éhségérzet, ez hangulatingadozással, puffadással, emésztési zavarokkal és fáradtsággal is tud járni, tehát ez teljesen normális, ez ennek tudható be. Kész, jó? Férfiakat nem érinti. Nem mondom, hogy sajnos, mert nekik is megvan a maguk problémája a prostatájukkal, nekünk ez a terhünk. Az ötödik az az alvás megvonás. Nyilvánvalóan, hogyha nem pihened ki magad, hogyha keveset alszol, akkor az a hormon termelésed felborulása miatt fokozottabb lesz az éhséged a normálisnál, és még ez mellett ugyanúgy hangulatingadozás, bágyadság, memóriazavar, koncentrációzavar is felléphet, tehát ki kell tapasztalnod azt, hogy hány óra az az idő, ami a szervezetednek szükséges, hogy teljesen kipihenje magát. Jó, nekem egy ilyen 8 óra egyébként. Fel tudok kelni 5 óra alvással is, 4 órával is, 3-mal is, kell bizonyos idő, míg regenerálódok, de én ezt vettem észre, hogy az egész napomat, hogyha nézem, akkor egy ilyen éjszakai 8 óra hosszás alvás nekem az nagyon optimális tud lenni, mert annál kevesebb úgy annyira nem, akkor egy picit bágyadtabb vagyok én is, meg hasonló. De nézzétek meg, hogy mennyi az az idő, amennyit kell aludnotok ahhoz, hogy másnap fittek legyetek, erősek legyetek, és ne legyen ilyen állandó éhségérzetetek. Jó? A hatodik ilyen az a stressz.
Na most a stressz ugye megemeli a kortizol szintet a szervezetben, aminek pedig az a következménye, hogy fokozza az éhségérzetet. Ez egy nagyon gyakori jelenség, ilyenkor nem szabad cukros meg zsíros ételeket tenni, különben elkezdünk jó alaposan hízni, és mellette még jön a fejfájás, a fáradtság és az ingerlékenység is. Ez egyébként nagyon érdekes dolog, mert hogy tudom, hogy nagy részt az embereknél ez az igaz, hogy a stressz az megemeli a kortizol szintet, és akkor éhesebbek lesznek, többet esznek, meg hasonló. Nálam pont nem. Jó, tehát az a tanulmány, amit az előbb elmondtam, és a férjemre dettó igaz, mert hogy ő is úgy van, hogy egy kicsit stresszesebb, vagy feszültebb valami miatt, akkor ő eszik. Én meg nem. Tehát, hogyha én stresszesebb vagyok, akkor biztos, hogy nem megy le egy falat sem a torkomon. Úgyhogy nem tudom, kaput tojás. A hetedik ilyen az a gyógyszerek, a gyógyszereknek a mellékhatása, ilyenek az antihisztaminok, az antidepresszánsok és a szteroidok. Igazából ezek is járhatnak. Ilyenekkel meg kell nézni, hogy mik azok az alternatív módszerek, amikkel ezeket lehet helyettesíteni. Jó, az antidepresszánsokat totál lecserélnék egyébként minden gyógynövényes cuccokra, én senkinek nem adnék antidepresszánst, csak úgy megsúgom. Tehát én nem vagyok abszolút a híve, nem vagyok gyógyszerellenes, ne gondoljátok. Nekem egyedül az antidepresszánsok azok, amiket szerintem, hogyha lehet, az teljes mértékben ki kellene cserélni ilyen gyógynövényessel, akár asfagandával, akár bármivel, citromfűteával, de hogy én nem adnék senkinek antidepresszánst, az biztos. Remélem tudtam nektek segíteni, hogyha igen, akkor lájkoljátok a videót, osszátok meg, hogy más is meg tudja nézni, és iratkozzatok fel a csatornákra, legyen nagyon-nagyon szép napotok, szia-szia!